Szia Tomi, milyen érzés, hogy terettél nagyjából egészéből a legnépszerűbb sportoló a magyar olimpiai csapatban? Szia, hát az elég érdekes, hogy azt így mondod. Nem tartom magam különlegesebb sportolók, mint a többiek, mindannyian ugyanúgy dolgoztunk azért, hogy itt legyünk, úgyhogy... De persze azért jó érzés az, hogy azért néhány ember tudja, hogy mi vagyok. Van Facebook oldalad, vannak ilyen közösségi médiás oldalad, és megugrott-e a rajongóinak a száma? Igen, lesz majd egy rajongói oldalam Facebookon, egy nem hivatalos már van, azt nem én csinálom, de lesz olyan, amit van, én is csinálok. Hát van 26 ezer követő Instagramon, úgyhogy jár minden király. Kaptál már megkeresést valamelyik gyors étteremtől szponzorációval kapcsolatban? Hát ez, erről nem szeretnék beszélni, de voltak érdeklődők, igen. Fensz aláírta azt a bizonyos mondatot, amit magadra szeretnél tetoválni? Hát sajnos nem. Nem jött össze? Nem. Pont a mai napon voltam úgy, hogy jó, akkor most megyek, meg minden, most volt időm, és hát akkor mondták, hogy Michael is gone, szóval elment, úgyhogy hát de remélem, hogy majd lesz rá még lehetőségem, hogy még találkozzak vele, és azt elkérjem tőle, mert ezt mindenképpen szeretném. Meddig van a Ciprióban, és mi a programod még átfelévő? Hát én úgy tudom, hogy a holnap pillanat megyek haza, úgyhogy tényleg holnap megyek haza, eddig itt leszek a barátaimmal, és hát nem tudom, hazamegyünk, készülünk, aztán tényleg rakunk. Oké, köszönöm szépen, és gratulálok. Köszönöm.